Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke, a vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Szokott ön fogadni? Miben? Mire? Bármiben. Bármiben, bármire. Hát nagyon ritka. Nagyon ritka? Nagyon ritka. Pedig én szívesen fogadnék most önnel arra, hogy az a vita, amit kezdeményez, amiről itt az imént is szó esett, az nem jön majd létre, mert Orbán Viktor nem fog önnel kiállni, nem hogy vagyonosodási vitára, semmilyen vitára sem. Akkor üldözzük és üzzük egy darabig, nem hagyjuk azt annyiban. Hogy érezze a jéghideg lehelletüket a nyakán? Nem, hogy érezze, hogy nem lehet elmenekülni az igazság elől. Azt ugye elmondta, hogy azért akarja kihívni vagyonosodási vitára, mert amíg az ön vagyonát nyomon lehet követni, addig a miniszterelnök és a felesége vagyonát nem lehet nyomon követni. De akkor miért nem jelenti fel? És miért nem kezdeményez egy vagyonosodási vizsgálatot olyat, amilyet például Liszkai Gábor kezdeményezett Simon úr ellen? Még ez is előfordulhat. Volt már ellen ilyen vizsgálat, hozzáteszem. Hát könnyen kibújt alóla. Most a legnagyobb titok egyike, hogy felesége Lévai Anikó 2010 óta nem mutatja be a vagyonnyilatkozatát. És hát elég világos, hogy van ott egy nagyjából 4-500 milliós vagyontömeg. Hát nézze, ahhoz művén... De neki nem kell bemutatni, a feleségeknek nem kell bemutatni a vagyonnyilatkozatukat. De korábban bemutatta, miért nem mutatja be mostanában? Miért nem? Csak jó. Válaszolhatnám én. Rendben van, ön válaszolhatja. Én meg ezzel nem elégszem meg, mint választópolgár. De ha csak azt nézem, amit nagyjából tudunk róluk, az a Schwab-hegyi ház, 2-300 millió. A tokai szőlők, nagyjából 100 millió. A felcsút Bicske környéki szántók, legalább 50 millió. Orbán miniszterelnök egy böröndben nagyjából egy csomag ruhával jött ki az egyetemről. Hát kérem szépen, vagy valami elképesztően sokat tudó bűvész ember a miniszterelnök, vagy egész egyszerűen korrupt, hogyha mára 4-500 milliós vagyona van. Én meg azt gondolom, hogy amikor ezek a fiúk ilyen erkölcsi magasságról prédikálnak, és mostantól ugye nincs nap, hogy engednének levegőt venni a szocialistáknak a Simon ügy kapcsán, akkor rendben van, kollégák, hát beszéljük meg maguknak. Ma tartottak sajtótájékoztatót szocialisták és DK-sok közösen. Szijjártó Péter tavaly 16 millió forinttal növelte megtakarítását. A nettó keresete nagyjából 11-12 millió lehetett. Hát mondjon már nekem még egy embert, aki a jövedelménél többet tud megtakarítani, és még túl is élte az elmúlt évet, rezsit fizetett, evett, ivott, gyereket nevelt. Hát, erre mondta Szijjártó Péter, üzente Pekingből, hogy ő nagyon jó befektetéseket csinált, és akkor küld egy közgazdaságtan könyvet Gréci Zsoltnak, tanulmányozza azt, és akkor ő is ugyanolyan jó befektetéseket fog csinálni, mint ő. Na de az a jövedelméből nem derül ki, a jövedelembevallásából nem derül ki. Melyik jövedelmének volt ekkora hozama? Hol adózott arról? Mi volt az a befektetés? Vagy esetleg az a Szijjártó Péter, aki sortolt a forint ellen 2010-ben, de talán a forintra spekulált? Na de erre van bizonyíték, hogy ő sortolt. Erre nincs, csak kérdezem, mi az a befektetés? Az a befektetés egy határidős ügylet volt, amikor kormányzati pozícióban rombolta a forintot, és ezért ma a svájci frank nem 180 forint, mint 2010-ben, hanem 250, akkor ez nem egy tisztességes befektetés, hanem egy tisztességtelen befektetés. Hát szerintem ezt megtudhatjuk, nem? Én meg azt mondom Orbán miniszterelnöknek, hogy olyan nagy a szája, én állom a próbát, én meg tudom mutatni minden vagyonelememről, feleségeméről is, gyerekeiméről is, hogy melyik adózott forintból, fillérből szereztem. Mutassa meg ő is. Ön is egy kofferrel jött ki az egyetemről így. Annak idején. Csak van egy lényeges különbség kettőnk között. Ő beült a parlamentbe, én eladtam a közös pécsi családi házat, amiben laktunk, és annak az árából kezdtem el vállalkozni, úgyhogy elmentem albérletbe a családommal és a gyerekeimmel. Üzletember voltam kétségtelen abban az időszakban, amikor Antal József azt akart, hogy teremtsük a nemzeti középosztályt. Hát lehet, hogy nem rám gondolt, én ezt elismerem, de én annak az időszaknak a lehetőségét többségében jól és felelősen használva már a jómódú ember lettem. És amikor úgy látom, hogy független vagyok, elmentem politikusnak. Nem vettem fel fizetést,
Bajnai Gordon is csak egy forintért, mutasson nekem egy vezető politikust jobb oldalról, aki nem vette fel a fizetését. Az én vagyonom csak csökkent, mióta politikus vagyok. Orbán kollégának, meg például Szijjártónak, meg Lázának, meg másoknak meg növekedett. Akkor hova ez az erkölcsi felsőbb rendőrség, drága barátaim? Szerintem muszáj erről normálisan beszélni, és nem szabad menekülni, amit időnként látok az én oldalamon, hogy nem szembefordulunk a kihívóval, hanem akkor na, akkor jöhet a bajvívás. Ez az ön reakciója most tulajdonképpen kicsit semlegesíteni akarja Simon Gábor ügyét, amelynek a 240 milliója, ez az összeg, ez tulajdonképpen eltörpül más magyar állampolgárok milliárdos jövedelmihez képest, de mégis egy olyan összeg, amit, ahogy szokás mondani, a Mari néni is felfog. Tehát azt mondja, itt van ez a szocialista, ez 240 millió, de ezt úgy megérti. De azt, hogy valakinek 30 milliárdja van, azt nem tudják fölfogni. Ezt a 240, ez nagyon átjött. Most itt, amikor ön azt mondja, hogy akkor nézzük meg az Orbánt, nézzük meg a Szia, nézzük meg, ez egy ellenséges reakció, vagy egy tulajdonképpen akció? A politikában van egy mondás, ő nagyon jól beszél angolul, ez az every crisis is an opportunity, minden válság egyben lehetőség is. Ez a Simon ügy, ez bizonyos értelemben a magyar politika válsága, amiről én régóta beszélek. A magyar politika tele van tisztázatlan eredetű pénzekkel. Én csak azt nem szeretném, hogy azok próbálkoznak meg ítélkezni politikai ellenfeleik fölött, akik nagy üzemben lopják én szerintem a magyar állam lehetőségeit. Használjuk ezt arra, ezt a lehetőséget, akkor mindenki nézze el szembe, hogy ki állt a jó oldalon és ki állt a rossz oldalon. Én egy percig nem mentem Simont. Sőt, az az igazság, hogy én ennél keményebbeket is mondanék, mint páran mondanak a mi oldalunkon. Én nem tudom elhinni Simon Gábornak, hogy ennyi pénzt politikusként valaki tisztességesen össze tud szedni. Nem tud. Csak hozzáteszem. Még ne örüljenek a hírtévés, meg a köztévés kollégák, tegyük hozzá, Orbán miniszterelnök sem, meg Szijjártó Péter sem, meg a többi sem, és közösen mi, szerintem a többség tisztességes, hát mi mondjunk ítéletet fölöttük. Igen, az Origo összeszedett egy pár fideszes politikusnak a vagyongyarapodását. Most például csak kettőt mondok, ugye Lázár Jánosnak 2002. májusában a nettó vagyona 150 ezer forint plusz egy ház, három szántó és autó volt, és 11 évvel később a 150 ezer forintból a nettó vagyon 13 millió 900 ezer forint, gyarapodás 3 millió 900 ezer plusz műtárgyak, stb. És ugyanaz Szijjártó Péternél 18 millió 700 ezerről 78 millió 724 ezer. Ügyesek. Hát ilyen ügyes emberek nézze. Hát én persze most ironizálok, vagy ha kell, akkor cinikus vagyok. Ez a probléma. Nagy üzemben én szerintem ezek lopnak. Ez a helyzet. Egy nagyon nagy baj, hogy úgy tűnik, hogy a két nagy politikai oldal mindegyikén találhatók ilyen enyveskezőek. Mi, akik nem loptunk, én egy fillért se. Mi ezen nyugodtan háborodjuk fel, de azt ne engedjük már meg, hogy a Szijjártó, meg az Orbán, ő háborodjon fel mondjuk a Simonon, vagy éppen fordítva. Ők mindegyike hagyja el ezt a világot, szégyeljék magukat, az igazságszolgáltatás meg tegye a dolgát. Ennél kevesebb pénzért. Janez Janša volt szlovén miniszterelnök, aki nem tudott elszámolni 60 millió forintnyi euróról. Elmozdították miniszterelnökségéből, az ügyészség neki ment, hivatalban lévő miniszterelnöknek. Mostanra, hát nem tudom, hogy felfüggesztett vagy letöltendő szabadságvesztésre ítélték. Mikor lesz ilyen ügyészség nálunk? Vagy beszéljünk a cseh miniszterelnökről, Necsászról, ugye? Necsászról. Itt most korrupció miatt ugyanez. Szintén. Én mindig azt mondom az én választóimnak, hogy elszámoltatást követelnek tőlünk, hogy nézzék, nyugodjunk már meg. Hát mi nem mentünk ezekkel. Politikai értelemben a választók elszámoltatnak bennünket, leváltanak vagy mandátumot adnak. A többi az ügyészségre tartozna. Csak egy olyan ügyészségünk van nekünk, Pólt Péterrel az élen, aki a legkisebb baloldalhoz kötődő csibészt az fölnégyeltetné, de legalábbis meghurcoltatja országvilág előtt a szóvivőjével, a kiszivárogtatással, a jobb oldal összes mocskos ügyét pedig elsikálja. Ez a probléma, ez a tragédia. Nem újabb elszámoltató biztosok kellenek, hanem egy független, tisztességes ügyészség,
Ehhez persze Pót Péter nem kellő akadálya ennek, meg egyik másik helyettese, hogy őket nevén ne említsem. Nem kell megtanulni a nevüket. Milyen az ő memóriája? 3 meg 3 az 6. Erre például nagyon jól emlékszem. Tudja, hogy mi történt 2008. február 28-án? Reggel fél hétkor. Napközben. Tudja, hogy 2008. februárjában ön az oroszokkal milyen paktumot kötött? Ha déli áramlatról állapodtunk meg, talán elvileg. Uh-huh. De azt ennek gondolom, a részleteit nem közölték a magyar nyilvánossággal annak idején. Azt nem tudom, mit közöltünk, be kell magának valljam. Na, én csak azért gondolom, mert most következik egy bejátszás. Én megkérdeztem az adás előtt, hogy azt, ami ma bejárta az egész magyar internetes portál, az összes magyar internetes portált, azt ő látta, de azt mondta nekem, hogy nem. Akkor most nézze meg velem együtt, összesen 40 másodpercről van szó, hogy 2008. február 28-án Orbán Viktor országjáró kampányának Rákos menti állomásán mit mondott? Nem lehet az oroszokkal olyan megállapodást kötni, olyan szerződést aláírni, amelyet 10 évre titkosítanak. Hogy mi nem tudhassuk meg, hogy pontosan honnan, kik, hogyan befolyásolják az életünket, és pontosan milyen gazdasági számítások alapján várhatjuk Magyarország fölemelkedését, vagy éppen meggyengülését. Ez a mi életünk. Ez nem a kormány biznisze. Ez a mi életünk, kedves barátaim. És aki elveszi tőlünk és a választott képviselőktől a valóság megismerésének jogát, 48 órával az aláírás előtt jelenti be, hogy egyáltalán valami készülődik, az valójában puccsot hajt végre a magyar alkotmányos rend, a magyar népképviselők és az egész magyar néppel szemben. Mit titkosítottak most 10 évre? A paksi szerződést, nem? Mindent. Ő pedig azt mondja, hogy önök is titkosítottak 10 évre, de ez ellen akkor kikelt 2008. február 28-án. Először is szóljuk a miniszterelnök úrnak, hogy a tudhassukat, azt tudhatjuknak mondjuk a magyar nyelvben, ebben a mondatban, úgyhogy magyar nyelvtanból 1-es. Ez a kisebbik baj, az a nagyobbik baj, hogy ha erre nem is emlékeztem, de emlékszem egy másik mondására Orbánnak. Orbán összesben egyébként nagyon jó vagyok. Na. Mondom nagyon nagy iróniával itt is. Ő azt mondta a 90-es években, hogy az a politikus, amely hónapról hónapra váltogatja a véleményét, annak szava vagy hangja annyit ér, mint száradt, mágagubó zörejének a szélben. Hát miniszterelnök úr, ha jól látom, akkor a maga szava annyit ér, mint szélben a száraz mágagubó magjainak zöreje. Hát ilyen pasi a miniszterelnök. Akkor ha jól felkészült Orbánból, akkor most még egyet idéznék. Ezt nem tudom pontosan, azt hiszem talán 2007-ben mondta, csak azért, mert ugye most Pekingben elmondta azt, amit elmondott, amiről itt Csillag Istvánnal beszéltünk. Azt mondta 2007-ben, úgy emlékszem, a keleti politika nem tűri az önállóságot, nem tűri a függetlenséget, nem tűri a szabadságot. Felszámolja az emberek független életét védő védvonalakat. Vagyontalanná tesz, elszegényít, kiszolgáltatottá vetkőztet, ha kell, megfélemlít. A hatalomtól függő élet láncába fűz. De azóta a miniszterelnök úr szereti a hatalom láncába fűzött élet legnagyobb szervezőjének tudni önmagát és kormányát. Ő azóta a keleti szeleket keresi, és miután nem jöttek eléggé a szelek, elment keletre maga is szelet fújni. Hányadszor változik a véleménye? Hányadszor? Volt ő már liberális, volt ő már polgári, volt ő már nagyon nemzeti, átkozott már minket, amikor mi ápoltuk a kapcsolatokat, majd elment egyedüli Európai Néppárthoz tartozó pártvezetőjeként pártmegállapodást kötni a kínai kommunista párttal. Azt hittem, hogy nem látok jól. Van a kínai kommunista párttal egy pártközi megállapodása a Fidesznek. Ilyet ki hinne el, hogyha látnám. És valóban, miután nyugaton nincsen fogadókészség, járkál keletre. De most kormány. Például azt mondta Pekingben, ugye, hogy Magyarországon ugyanolyan stabilitás van, mint Kínában. Ezt egyesek úgy értelmezték, hogy akkor majd hamarosan itt is jön az egypártrendszer, de azért azok biztos túlzóak, akik ezt gondolják. De minden esetre alkalmas arra, hogy valaki ezt gondolja. Bizonyos értelemben nem túlzás. Sok néven szerepelt a betleni egységes párt a két világháború között. A Horthy időszak leghosszabb ideig kormányzó miniszterelnöke
Bethlen István mögött, lényegében az a pártrendszer, amit Orbán szeretne, az tartalmilag egy pártrendszer, közjogi értelemben egy hegemon, nagy, túlsúlyos párt és körülötte kis pártoknak a világát építeni, nem túloz ön abban, hogy ő és támogatói úgy gondolják, hogy erkölcsi történelmi értelemben csak a Fidesz kormányozhat Magyarországon, ehhez keresik a gazdasági, üzleti, hol tisztességes, hol tisztességtelen játszmákhoz vezető utakat. Még egy dolog, bár már csak nagyon rövid az időnk, de azt mindenképp meg akartam öntől kérdezni, hogy mi a véleménye arról, hogy Azerbajdzsán, Kirgizisztán és Tadzsikisztán államfői mellett Magyarországról Orbán Viktor, a köztársasági elnök, Áder János, Kövér László házelnök és Martonyi külügyminiszter üdvözölték az iráni forradalom 35. évfordulóját. Igen, hogyha már eddig ironikus hangulatban voltam, akkor ezzel fejezem be. Ugye itt azért arról szól, hogy egy iszlám köztársaságot üdvözlünk, ahol a szabadság, a demokrácia minimuma sincsen. Szerintem velünk van a baj, önnel meg mi velünk. Félreolvastuk Batthyány szövegét, mert nem igaz, hogy azt mondta, hogy mit is mondott Batthyány, hogy Párizsra, vigyázó szemeteket, Párizsra vessétek, de nem ezt mondta, csak mi gondoljuk így, vigyázó szemünket Bakura vessük, ez a Batthyány üzenet, és a miniszterelnök jól tudja, igaz, hogy utána 200 évig minden magyar ember, a haladás emberei nyugaton kereskedtek, hát Orbán elindult keletre, talán az Etelközt keresi ő is, vagy Petőfi hanvait, kívánjunk neki sok sikert, ennek a egykori kazángyártó morvainak nem sikerült megtalálni ott Petőfi havait, neki még nem fog sikerülni megtalálni a magyar boldogulást keleten. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.